a lépcsők teteje van, ott kezdődik szintén egy játékszint, és onnantól kezdve még 18-20 méter magasságig megy az a torony föl, amelyben mind a négy toronyban lesz egy harang, mint régen is. Bajkó György, a Vörösmarty Színház műszaki vezetője mutatja az épülő színpadot a Nemzeti Emlékhelyen. Az ország egyik legnagyobb szabadtéri színpada épül fel, ami mintegy 400 négyzetméteres. A színpad méret maradt a régi, 22 méter x 16 méter alapterületű, mondta el Bajkó György, azonban most egy hatalmas lépcső is része a játéktérnek, ami 4,5 méter magasan, 8 méter szélesen húzódik fel. Számos egyéb látványos megoldásra is számíthatnak a koronázási szertartás játék látogatói. A négy nagy torony, a korona, és ami igazából ezt az egészet grandiózusra teszi, az majd a tömegjelenetek. Igazából 200 szereplőt számítunk, és persze természetesen a korhű jelmezek, a látvány, és hát igyekszünk, mivel most nincs oldalnézőtér, láthatóan van két hatalmas világítási híd, amelyről most először igazából egy látványosabb világítást tudunk, mint eddig létrehozni. A díszlet legmagasabb pontja 30 méter magas lesz. Idén nem lesz oldalnézőtér, középen egy 1584 férőhelyes nézőtér épül fel. Komoly előírások mentén épül a színpad. Pokrovenszky Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója azt is elmondta, hogy folyamatosan ellenőrzik és felügyelik a munkát. Egy alaptérkép készült az ásatásokról, ami mentén dolgoznak a színház szakemberei. Bicó Piroska véleményét is kikértük, aki az utolsó ásatásokat folytatta, ugye itt a 2000-es évek végén, elején a területen, Romtár területén. Ezt a kollégáim ugye megküldték a színház részére, akik ugye ezek alapján készítik el minden évben a színházi színpad tervezetét, illetve megvannak ezek alapján ugye a fix talpalási pontok, hogy sem régészeti emlékek, sem műemlék jellegű emlékeket ne veszélyeztessünk a színpadépítés során. A koronázási szertartás játék idei előadása, Harmadik András az utolsó Árpád-házi király életét viszi színre, emellett egyben egy összegzés is a produkció. A Nemzeti Emlékhely utolsó alkalommal ad otthont az előadásnak. A múzeum és a színház együttműködésének köszönhetően a Királyok és Szentek az Árpádok kora című kiállítást ingyenesen látogathatják azok, akik jegyet váltanak a szertartás játék előadására.